Újból muskátli vásárt rendeznek Ócsán április 23-án. A hivatal udvarán piros és rózsaszín álló muskátlikat árulnak majd. Közben a közterületeken, így a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Millenniumi téren és az egészségháznál is megkezdik a kertészek a hagyományos virágosítást. Az évek óta szokásunk a muskátli árusítás a lakosságnak. Április 23-án a szokásainkhoz híven itt a hivatal udvarán fogjuk tartani. Piros és rózsaszín álló muskátlikat fogunk árulni, 520 forintért darabját. Kell esetleg előre jelentkezni vagy regisztrálni? Nem, egyáltalán nem kell, szívesen várunk mindenkit reggel 8 és 12 között 23-án szombaton. És ha már virágoknál tartunk, azért az április az elején kicsit megviccelte itt a lakosságot, hiszen havazott, de azért már kezdődik a tavaszi felkészülés, a közterületeken a virágokat mikor helyezik ki? Hát az időjárás függvényében április végén, május elején, ahogyan eddig is szoktuk, a kertészekkel már megbeszéltük, utána néznek, és ahogy lehet, kikerülnek a virágok. Azt szeretném kérni, hogy ha lehet, ne lopkodják el őket, mert tavaly sajnos ez előfordult. Van-e esetleg olyan új hely, ahova fognak idén kihelyezni, vagy a megszokott helyeket fogják újra virágosítani? A szokásainkhoz híven a közterületeken, a Bajcsy-Zsilinszky utcában fogunk virágot ültetni az egészségház körül, illetve a Millenniumi téren. Ha esetleg valaki szeretné jelezni, hogy van-e új terület, vagy van-e esetleg olyan rész, amit jó lenne, akkor van-e lehetőség vagy mód? Lehet jelezni, de ezt valószínűleg csak jövőre fogjuk tudni megoldani, mert az idén már a költségvetésünk nem teszi lehetővé.